2010-ben 12 iskolát tartottak fenn nemzetiségi önkormányzatok, ma ez a szám elérte a 100-at, mondta ünnepi beszédében Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a középiskolásoknak odaítélt nemzetiségi ösztöndíját adó rendezvényen, Pécsett. Ezúttal 12-en a Koch Valéria iskola központba, a Lővei Klára gimnáziumba, valamint a Miroslav Kleža horvát oktatási központba járó gimnazisták vehették át az elismerést. Azt szeretnénk egyrészt megköszönni nektek is, tanároknak, nemzetiségi vezetőknek és természetesen a szülőknek is, hogy egyrészt jó tanulmányi eredményeket értetek el, de másrészt pedig azt is szeretnénk ezzel jelezni, hogy elolvasva nem csak a ti önéletrajzatokat, hanem másokét is, akik idén már megkapták ezt az ösztöndíjat, sokat tesztek, illetve tettetek a nemzetiségi közösség érdekében. Az okleveleket elsőként a német nemzetiségi iskolák diákjai vehették át, köztük Pánovics Dániel, aki jó tanulmányi és sporteredményeiért, valamint közösségi munkájáért kapta az ösztöndíjat. Biztos, hogy hasznát fogom venni ennek majd később, akár hogyha a sport kapcsán, mert focizom, akár munka kapcsán biztos, hogy valahogy így szeretnék elhelyezkedni, ahol ki tudom majd ezt használni, hogy németül tanulhattam. Az eseményen részt vett Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Englenderné Hokkibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, és Gugán Iván az Országos Horvát Önkormányzat elnöke is. Abban bízom, hogy nem csak amíg ide járnak a gimnáziumban, hanem utána is aktív tagjai lesznek a közösségnek, hiszen kellenek a fiatalok, kellenek az új tanárok, kellenek az önkormányzati vezetők, a civil szervezetekben aktivisták. Mint azt Englenderné Hokkibolya elmondta, külön öröm, hogy a középiskolások számára elérhető ösztöndíjprogramot kibővítette a kormány, hiszen eddig nagyon nehéz volt csupán egy-egy tehetséges gyereket kiválasztaniuk az iskoláknak. Széles körül az érdeklődésük, ők példák a többiek előtt, és hogyha őket tudjuk ezzel díjazni, ezzel ösztönözni, az nem csak nekik tesz jót és nekik egy nagy elismerés, hanem a szülőknek is, de a többiek felé mutatja azt, hogy érdemes és kell ezért dolgozni, és kell az adott népcsoportért tenni. A 20 hónapon át folyósított havi 30 000 forintos támogatást idén összesen 67 tanulónak ítélték oda országszerte.